Formulaautós karrierét befejezve a Rallycross országos bajnokságban folytatja a pályafutását a 23 éves autóversenyző Kispál Tamás, aki tanulni ért, érkezett, de a második futam helyszínén azért már be is húzta az első győzelmét. Őt kérdezzük a terveiről, amelyben világbajnok indulás is szerepel a nem túl távoli jövőben. Szia, jó reggelt! Jó hína. reggelt! Jaj. Azt mondnak, hogy ez nehéz döntés volt ez a váltás, hogy ebből a autós műfajból kiszálljál? Nagyon, hiszen uh, iszonyatosan szerettem a formautókat. Hát ez volt az állam, hogy abba jutni előre a forma egy előszobáiba, igaz? Így van. Viszont az út vége egyértelműen a forma 1, és az az egyetlen olyan sorozat, ami világbajnoki sorozatként tekinthető, illetve hát nyilván az a formautók világába. Alatta csak európai szériák vannak, és az sem, ö, ugye, mint EFI Európa bajnoki sorozat szerepel, hanem különböző fantázia néven tehát nagyon nehéz volt ebbe hosszú távon jövőképet teremteni. Tehát igazából ezt az álmot, ezt elsősorban anyagi, anyagi okokból kellett feladni, ezt úgy értem, hogy a Forma egy mögött nem láttátok, hogy kifejlődhetne olyan komoly versenysorozat, amiben érdemes investálni, hogy egyszer oda jussál és oda kerülje. Igen, nagyon jól fogalmaztad meg, tehát ez volt a fő probléma, illetve az, hogy a Forma autókat azért nagyon nehéz átültetni a mindennapi életbe, tehát nem hasonlítanak ugye, az utcai autókhoz, ezáltal nagyon nehéz volt fölépíteni és ezt továbbvinni. Ez körülbelül mikor Fogalmazódott meg benned, meg szembesültél vele, hogy ez ilyen értelemben zsákutca lesz számodra. 2013 elején jött el az a pillanat, amikor nagyon nehezen sikerült egy, azt mondom, egy közép-serdülő vagy a serdülő kategóriából, ami egy durván 300 lóerős Formula-autóból fölülni a legnagyobbak közé, tehát az 500 lóerő feletti forma autókba abba beletelt fél évnyi munka, amire sikerült egy olyan sorozatot találni, amivel sikerült elindulni és abba versenyezni itt éreztük először azt, hogy nagyon nehéz lesz ezt tovább építeni és hosszú távon ebben maradni. Viszont volt egy olyan koncepció, hogy maradok a túrautózásnál, és a TTM felé próbáltunk minden egyes kommunikációt végezni, illetve a felé folytak a tárgyalások, hogy ott összejön egy teszt, esetleg a teszt után pedig egy teljes szezon. Sajnos ez nem jött össze, pedig nagyon kevésen múlt, én úgy érzem. Tehát De nagyon az... kevésen múlt, hogy nem eredtél, hogy mi lesz Norbino nyomába. Igen, vagy ö, a német túrautó ö, bajnokságba esetleg mondjuk egy extra mellé nem sikerült beülni. Ö, így, kicsi... lett, így lett rallycross, és igen. akkor egy kicsit beszéljünk erről, ö, mert hát itt a kompatibilitás érdekel engem, hogy egy jó pilóta, az cross-tól túrautóig szal bármiben jó kell, hogy legyen? Én azt gondolom, igen. Nagyon jó volt ismét a kérdés. Én úgy véltem, hogy ha valaki jó, és megtanulta az alapokat a pályaversenyzésben, akkor csak az adott szakálynak a ritmusát kell fölvenni, illetve a sajátosságait megtanulni, finomítani a versenyzői tudását, készségeit. Tehát van átjárás, kell, hogy legyen átjárás, meg azért ezt látjuk, hogy a nagyoknál is van átjárás. Így van, úgy, ahogy Ryan ennél is például egész jól ment a Rally VB szerepl, és nyilván sokkal több idő kellett neki, mint a többieknek, hogy felvegye azt a tempót, ami ott van a világbajnokságon de úgy gondolom, hogy ez nálam is össze tud jönni. Tehát próbáltam a rallit, ott is sikerült már az utolsó szakaszokon, például a Szilveszter abszolút második időt futni. Nyilván nem az elején, hanem csak a verseny legvégén, de oda lehet érni. És végül is, hogy nem túrautó, nem rally, hanem rallycross, az mi vonzott? Milyen pilótaképességeket mozgat meg leginkább a rallycross? Ide mi kell leginkább? A gyorsaság és a, a rögtönzés. A rögtönzés alatt azt értem, hogy nagyon hamar, négy kör alatt fel kell venni a maximumot, és tulajdonképpen a, már a rajt is annyira kulcsfontosságú, hogy sokkal nagyobb szerepe van, mint bármelyik más eddigi versenysorozatban, hiszen az össz időt mérik a rajtól kezdve a négy kört, ez a selejtezőknek a, a sorrendje, vagy ez alapján alakul ki, tehát nem lehet hibázni, nagyon gyorsan kell maximumot nyújtani, a, a gumiabroncsok is teljesen másképp viselkednek, szinte a rajt után azonnal ö, maximális tapadást nyújtanak nagyon puhák, ezáltal hamar el is kopnak nyilván, illetve óriási a, az autónak az ereje, tehát 550 lóerő összkerék, 5 sebességes szekvenciás váltóval szereltek ezek az autók általában, és hát egy-másfél egy kilométeres pályákon kell ezt az erőt uralni. Na most ebben a, neked van egy, egy 550-560 lóerős Skoda Fabia volánya mögött ülsz, ebben a műfajban egyébként melyik márkák a leginnovatívabbak? A Rally szereplő autókat lehet a legtöbbet látni, Ford fiesta fókuszok, -ok, tényleg fábiák, vagy már most már kezdenek megjelenni a volkswagen és a, a, polo pólóval, pár golf is van. Nagyon széles a skála, amilyen autókat lehet használni, E, nyilván ezek teljesen átépített autók, tehát e, hosszában vannak a motorok e, elhelyezve ezekben az autókban, szinte betolva e, középre, kiszélesítve a kardanalagút, én is például a hátsó ülésnek a lábterében ülök, annyira középre van helyezve a súlypont. Uh -huh. Na most, hogy milyen egyébként ez a Rallycross országos bajnokság, tehát színvonal, esélyes, top versenyzők száma, melyek, milyenek az első benyomásaid? Egy, ahogy azt említettük, a második futamon nyerni sikerült már. Igen, de ez korán sem volt ilyen könnyű. Már a teszten éreztem azt, hogy rendben van, hogy felveszem föl, esetleg a, az időben a tempót, azért a rutinnal nagyon nehéz lesz harcba szállni, Ott van Kárai Tomi, aki háromszoros autókrosz Európa bajnok, idén teljes évet fut a rallycrossba, több nemzetközi szereplés tervező is. Ott van Harsányi Zoli, aki kilencszeres magyar bajnok, nagyon kemény ellenfél, nagyon rutinos pilóta. És hát a környező országokból is becsatlakoznak a nyílt magyar bajnokságba, hiszen külföldiek is indulhatnak. Alois Söller is ott van például egy nagyon erős Ford fókusszal, vagy hál' Istennek egyre több fiatal, mint például Jankó is bontogatja a szárnyait egy nagyon erős Seat Leonnal. Vazzolinak ott van egy újonnan épített Mitsubishi Kort. tehát tényleg kezdő szállni egy olyan magyar bajnokság, ami egy abszolút nagyon jó terep arra, hogyha valaki nemzetközi szintre akar lépni, akkor itt edződjön meg. Ami mindjárt beszélünk arról, és már te is szeretnél nemzetközi szintre lépni viszonylag hamar, de ha maradunk a magyar bajnokságnál, a nyílt magyar bajnokságnál, ezzel a futam győzelemmel persze kellő alázatta, hogy tanulni akarsz, de azért összegészébe te bejelentkeztél a bajnoki címért folyó versenyben most már? szeretnék uh -huh. harcba szállni, és nyilván az a cél. Örülök annak egyébként, hogy nem telt bele két-három hétvégébe, három-négy végébe inkább így fogalmazok, hogy a tempom meg legyen hozzá, viszont kell még a rutin és a, a, konstans teljesítés. Még voltak hibák a futamon, és szerintem tényleg ezek a hibák döntöttek volna, hogy a végig végigmecseljük az 5-6 kört, tehát mindenképp nehéz lesz, de egyértelműen az a cél, hogy megnyerjem a bajnokságot és minden mellett, hogy arra utaltál, a nemzetközi terep is terve van véve, méghozzá elég gyorsan. Hány VB futamon szeretné még az idén elindulni? Kettőn szeretnék elindulni, olyan augusztus-szeptember tájékán, ez egész egyszerűen azért van ide időzítve, mert akkor van egy nagyobb szünet a magyar bajnokságban. Ott van egy másfél hónapnyi szünet, addigra viszont már túl vagyunk, azt hiszem, öt futamon, és hamarabb is kezdődik a magyar bajnokság, mint a Rally így úgy gondolom, hogy mind technikailag, mind uh, tudásilag el tudok jutni olyan szintre, amivel ott uh, ütőképes eredményt lehet elérni. Nyilván, hogyha ha kimegyek, akkor szeretnék uh, döntőbe jutni, ami 12-t jelent, 12 uh, fő jut döntőbe, uh -huh. vagy inkább azt mondom az elődöntőkbe, onnan pedig hat a döntőbe. Én azt gondolom, ha 12-be sikerülne jutni idén, akármelyik futamon, az már nagyon nagy siker lenne. És az mindez egyelőre előrevetíteni azt a célt, hogy a következő szezonban, a következő idényben viszont végig ott lenni a világbajnokságon is, minden é. futamon? Egyértelműen ez a cél, hogy ez jövőre sikerül, vagy jövőre egy átmeneti évet tudnánk esetleg teljesíteni, amikor azt mondom, hogy a 12-13 futamos VB-ből a 7-8 európai helyszínt tudjuk teljesíteni. Azt szerintem egy nagyon jó kezdő lépés lenne, hiszen Kanadába is van futam, Argentínába, Törökországba. Tehát ezek nyilván megnövelik a költséget, de szerintem, hogyha az eredményeket összetudjuk rakni, és nyilván más is lát ebbe perspektívát, ami, aminek örülök, hogy egyenlőre nagyon pozitív a visszajelzés, akkor szerintem teljesíthető. És most hosszú évekre akkor elkötelezted magad a Rally Vagy előbb-utóbb jön majd a pályaversenyzés már olyan értelemben aszfalton majd, hogy, hogy túraautózás, szóval mi, a jövőképed? Ha nagyon hosszú távon gondolkozok, akkor a rallycross szeretnék maradni minimum két-három évig utána viszont akármi lehet. Azért két-három év, hiszen egy növekvő népszerűségi sorozat nagyon nagy figyelmet kap a nemzetközi terepen. Fölkerült ugye tavaly már az FIA világbajnoki sorozatai közé, ahol összesen négy-öt sorozat szerepel, és ha itt sikerülne gyári támogatást szerezni, vagy olyan szintű importőri támogatást, akkor én azt gondolom, hogy egy átlát, átjárhatóság lenne esetleg a karosszériás túrautók felé, mindjárt pilóta ott van. Hát így legyen, hogy minden esetre akkor most jó, szezon meg bekapcsolódás neked. Köszönöm szépen, hogy itt